Köszöntöm nézőinket, önök Kaposmenti magazinunkat látják. Alexandra Manea vagyok, és mutatjuk, hogy mivel készültünk. Képviselőtestületi ülés. 16 napirendi pontot tárgyaltak Dombóváron. Több pontról döntött a Kaposmenti társulási ülés. Civil gála, díjakat adtak át Dombóváron. Szallagavató, büszkén ünnepeltek a Hemi diákjai Dombóváron. 16 napi rendi pontot tárgyal Dombóvár város képviselő testülete nyilvános ülésén. Az egyik legfontosabb ügyet egy társasház helyzete szolgáltatta. December végén a Dombóvár Árnyas utca 29-31 szám alatti 20 lakásos társasház veszélyesen megsüllyedt. A szakemberek megállapították, hogy az épület a célfővezetékén a méretlen szakaszon csőtörés keletkezett, a hibát a szolgáltató január 3-án elhárította. Az első napi rendi pontban ezt az ügyet tárgyalta Dombóvár képviselőtestülete. Az Árnyas utca 29-31 számú ingatlan sajnos olyan műszaki állapotba került, hogy azonnali beavatkozást igényel. Ezért úgy döntött ma a képviselőtestület, hogy 10 millió forint visszatérintendő támogatást nyújt nekik kamatmentesen, illetve az önkormányzat a jogi segítségnyújtást felvállalta, és nyilván a jogászi munkákban aktívan részt fogunk venni, hogy minél hamarabb, minél gyorsabban is gyakorlatilag 100%-ban legyenek az ott lakók igényei kielégítve, illetve minél hamarabb tudjanak visszaköltözni az ingatlanba. A napi rendi pontok között a hagyományoknak megfelelően a képviselők tárgyalták a civil keret és a sportkeret pályázati felhívását is. És egy nagyon fontos napi rendi pont, hiszen a dombovári civilek és sportszervezetek várják, hogy 2024-ben mikor tudnak már pályázni és milyen keret összeggel. Az elmúlt 4 év gazdálkodása megteremtette annak a feltételét, hogy a civil keretet 5 millióról fel tudjuk emelni 7 millióra, és a sportkeretet 50 millióra 60-ra. Erre 60 millióra nagyon büszke vagyok, hiszen 2019-ben 20 millió volt ez a keret, és az elmúlt évek gazdálkodásából adódóan 3-szorására tudtuk felemelni. Szintén fajsúlyos naprendi pont volt a 23. évi költségvetési rendeletünknek a módosítása, hiszen januárban már tényszámokat tudtak a pénzügyi iroda kollégái, és próbáltuk megteremteni annak a lehetőséget, hogy minden sorra helyére kerüljön. Nagyon fontos, hogy a gazdálkodásunk mindvégig kiegyensúlyozott volt, és az év végét is hiány nélkül tudtuk zárni, illetve engem is meglepett, hiszen éveken keresztül nem vettük igénybe a folyószámla hitelt már. Tavaly évben egy technikai malőr miatt 7 napra egyszer igénybe vettük, de hát remélem, hogy a közeljövőben ilyen már azért nem fog előfordulni. Pintér Szilárd elmondta azt is, a Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója úgy döntött, február 1-ével megválik a cégtől. Ki kellett nevezniük átmenetileg egy új ügyvezetőt. A polgármester reméli, az átállás zökkenőmentes lesz. Először ülésezett idén a Kaposmenti társulási ülés Dombóváron. A képviselők többek között a 2023-as költségvetési rendeletet is módosították. A Kaposmenti társulási ülés napján Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere beszámolt arról, hogy a 2024-es évi költségvetést elfogadták a résztvevők. Ezen túlmenően tárgyalta még a társulás a rendezvénysátorunk igénybevételének 24 évi tervezetét. Nyilván itt a rendezvénysátor mellett el kell mondanom, hogy nagyon örülök neki, hogy a 15 vidéki falusi település úgy döntött, hogy ezelőtt néhány héttel a Magyar Falu programba sátor felújítására közösen volt szerencsénk beadni egy pályázatot, hiszen ennek a fémszerkezetét át kellene vizsgálni, illetve szeretnék egy új ponyvát vásárolni. A polgármester azt mondta, nagy öröm volt számára, hogy Naszfadi Balázs, a megyei önkormányzat vidék és területfejlesztési osztályvezetője tartott egy előadást. Ebben a jelenleg futó, elérhető terület- és településfejlesztési operatív program pályázatairól adott átfogó tájékoztatást. Illetve továbbra is reménykedünk abban, hogy a térség településének még bent lévő 15 pályázata februárban tartalékistáról elő fog lépni, és azokat a fejlesztéseket, amelyek a településvezetők megálmodtak, még 2024-ben meg is tudják valósítani. A civil tanács szervezésében tartott ünnepségen köszönték meg a civil szervezetek munkáját. Az egyesületek fontos szerepet töltenek be a város életében. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye második számú választókerületének országgyűlési képviselőjének közreműködésével 3 díjat adtak át azért a társadalmi szerepvállalásért, amely példamutató lehet mindenki számára.
Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár beszédében elmondta, a kormány a tavalyi évekhez képest magasabb összegű állami támogatást nyújt a társadalmi szervezetek számára, ezzel elősegítve a működésüket. Az egyesületi eszme az emberek között a legnagyobb és egyben legszelidebb erő és hatalom. Széchenyi István mondta ezt a gondolatot, amely úgy gondolom, hogy nem csak a 19. században volt érvényes, hanem még inkább a 20. és még inkább a 21. században. Az elmúlt években, az utóbbi időben egyre inkább hangsúlyosabbá és fontosabbá teszi a civil szervezetek működését a mai világ, hiszen látjuk azt, hogy a civil szervezetek, a társadalmi szervezetek mennyi téren veszik át azokat a feladatokat, amelyeket az állam vagy nem képes ellátni, vagy nem megfelelően képes ellátni, vagy pedig különböző okok miatt szeretné ezt a civil szférára áttenni. Úgy gondolom, hogy ezek a területek is bizonyítják azt, hogy ha mi magyarok összefogunk, akkor bármire képesek vagyunk. Így van ez a sport területén, így van ez az oktatás területén, a kultúra területén, a civil szférában, az egyházak területén. Ha az összefogás nincs meg közöttünk, akkor bármiről is beszélhetünk, eredményeket nem tudunk elérni. Ezért is fontos az, hogy a civil szférában is az előző években egyre inkább megvalósul az összefogás. Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon több mint 53 ezer klasszikus civil szervezet, alapítvány, egyesület, különböző körök működnek, és amely körök közül, illetve egyesületek közül nagyon sokan a tevékenységüket úgy koordinálják, hogy akár városi szinten, akár megyei szinten, akár pedig országos szinten olyan egyesületeket hoznak létre, amely egyesületek egymás munkáját támogatja. A civil napot 1997 óta február 1-én tartják. Ehhez kapcsolódóan Dombóváron gálaműsort tartottak a Művelődési Házban. Idén 4. alkalommal szervezték meg az eseményt. A városban számos szervezet működik, akik több évtizede erősítik a közösséget. 2024-es évben is megszerveztük a civil gálát Dombováron, melyet ugye évindítónak az Ózon Asztma Egyesület rendezvénye után tartunk meg. Ezen a gálán adjuk át a városi civil díjakat. Idén sem volt könnyű dolga a civil tanácsnak, hiszen több jelölés érkezett be. 2024-ben a szabályzat szerint is egy civil szervezet kapja az év civil szervezet díját, valamint két civil életben nagyon régóta aktívan tevékenykedő személy fog díjazásban részesülni. Ugye próbáljuk helyi résztvevőkkel, illetve fellépőkkel megtölteni az elmúlt évekhez hasonlóan a gálát, idén sincs ez másként, a Dombovári Fúvós zenekar fogja szolgáltatni a rendezvény gerincét alkotó programot. Civil díjazásban részesült Szívek Réva Judit, valamint Őri Nándor, akik sok éve tevékenyen vesznek részt a lakosok mindennapjaiban. Végső sorban 2-3 vízió is említhető. A legsőbbet talán a sírkert, ami hosszú idő után megoldásra vártak, azok a helyhanyagolt sírok, sír emlékek, amik ott a fűbetérdegelő gazdba feküdtek, és magával a barátokkal, Takács Istvánné helyzetténésszel összefogtunk, és egy gyönyörű szép sírkertet alakítottunk ki Dombóvár déli részén. Szívek Éva Judit, a Fekete István Kulturális Egyesület titkára elmondta, az alapítás óta közel 30 éve van a szervezetnél, valamint számos helyi civil csoport aktív tagja.
Több egyesületnek is tagja vagyok, az Ózon Klubnak, a Szív Klubnak, Városépítő Egyesületnek. Tehát én mindig igyekeztem, mert pedagógus munkakörökben dolgoztam mindig, hogy a munkámon kívül mindig valami pluszt is adjak. Tehát sok minden érdekel, és sok színűségre törekedtem. És amiket végeztem, magyar ének-zene szakos tanár vagyok, zongorából kaptam működési engedélyt, meg most nem rég végeztem a teológiai mesterképzést, hogy amit tanultam, azt tudjam visszaadni, hiszen Tolnamegyei ösztöndíjasként kezdtem kollégiumba, és több helyen is tanítottam. Két évtizedig voltam a helyi Iés Gyula gimnázium könyvtáros tanára, vöröskeresztes tanárelnök is voltam a gimnáziumban, háromszor lettünk kiváló alapszervezet. Erre azért vagyok nagyon büszke, mert se előtte, se utána ezt a díjat így nem kapta meg senki, és annak még jobban örök, hogy mindkét vöröskeresztes titkárom orvos lett, az egyik Svédországban, másik meg Somogy vármegyében. Ott is tulajdonképpen azért kaptuk meg ezeket a díjakat háromszor, mert végül is a vöröskeresztes munka mindegyik területén valamit tettünk. Aztán, mint könyvtáros, könyvtárhasználati vetélkedőt szerveztem városi könyvtár segítségével, mindenféle könyvtáros vándorgyűlésen részt vettem, könyvtáros akadémián, tehát mindig igyekeztem kicsit kitágítani a tudásomat, és azt visszaforgatni a munkámba. Az idei évben az év civil szervezet díját az Életve Nagy Családos Egyesület kapta meg kiemelkedő munkájukért. A szervezet a megalakulás óta összefog a családokért, támogatást, segítséget nyújt számukra. Nagyon büszkék vagyunk, hogy ezt a díjat megkaphattuk és jelöltek minket. Tehát mint fiatal egyesület, nem is tudom, hogy volt-e már ilyen, de tényleg nagyon büszkék vagyunk, és úgy gondolom, hogy a várossal összhangban tudunk dolgozni. Reméljük, ez így is marad. Dombóvár életében az önkormányzat a civil egyesületekkel karöltve számos rendezvényt valósítottak meg, amelyek fontosak a városban élőknek. A gála ünnepség lezárásaként az állófogadáson köszönték meg a díjazottak értékteremtő tevékenységét. A dombóvári Magyar Máltai Szeretetszolgálat Eszterházi Miklós Technikumában lezajlott a végzősök számára egyik legfontosabb esemény, a szalagtűző. Az iskola törekszik arra, hogy felejthetetlen élmény legyen a diákok számára ez a rendezvény, így évről évre meghívnak egy híres előadót. Kezed a kezembe tart, az élet, ez végül. Ő lenéha elveszítna, szerethető pusztító szerint lélek, egy élet. A fájtos, most elmúlik minden, lehet, hogy én tévedtem, és nem megy tovább. Feltűzték a szalagot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Eszterházi Miklós Technikum végzős diákjainak. Az idei szalagavató rendhagyó, mivel a technikusi képzés tanulói jövőre érettségiznek. Úgy gondoltuk, hogy kevesen lesznek, a három éves szakképzősök fognak most a 11-esek szalagot kapni, és arra gondoltunk, hogy egy ilyen kis családiasabb szalagavatót szervezünk nekik idén. Eredetileg úgy volt, hogy 44 tanulónak fogunk tűzni, de mivel hozzánk járnak felnőttek, és úgy döntöttek, hogy tulajdonképpen ők is nagyon szívesen eljönnének erre a szalagavatóra. Az idei szalagavatón elsősorban, ahogy mondtam, a három éves szakképzősök fognak szalagot kapni. Elsősorban gépészek, túlnyomórész gépészek és a vendéglátás, vendéglátó turizmus ágazaton belül, illetve a két éves érettségizősök, mind felnőtteknél, mint pedig a nappali tagozatos tanulóknál, ez azért dominál nálunk, tehát ők lesznek túlnyomó részt most itt fönt a placon, amikor tűzzük a szallagokat. A felnőtt képzés tanítványai az idei évben vizsgáznak. Nagyon izgulunk és nagyon félünk, mert azért nem könnyű így felnőttként ebbe belevágni, gyerek mellett, háztartás mellett, család mellett, munka mellett legfőképpen. Vegyes érzésekkel állunk most itt a reflektorfényben,
hiszen van bennünk félelem, izgalom és rengeteg bizonytalanság is. Hamarosan megkezdjük az érettségi vizsgáinkat, amire 2 éve készülünk, készítenek minket. Hogy miért felnőttként ültünk vissza az iskolapadban? Ennek sok oka van. Van, akit a munkáltatója küldött, van, aki tovább szeretne tanulni, és van, aki csak most érett meg erre a feladatra. Felnőttként egy kicsit nehezebb, hiszen ott a munkahelyünk, családunk, vezetjük a háztartást. De kijelenthetjük, hogy lelkiismeretesebben, elszántabban tanulunk, hiszen tudjuk, hogy tétje van. Ennyi idősen már presztízst csinálunk abból, hogy hányos lesz a dolgozat, a vizsga. Nem szeretnénk szégyenben maradni tanáraink, gyermekeink előtt. Példát mutatunk, hiszen nem adjuk fel a küzdelmet. Úgy gondolom, nagyon jó kis csapattá kovácsolódtunk, sokszor elbizonytalanodunk saját magunkban, és talán többször hisztizünk is, de mindig kapunk tanárainktól egy kis lelki támaszt, motivációt. Örömmel tapasztaltuk, hogy ebben az iskolában nem fordítanak hátat a tanárok, ha problémád van, akár felnőtt vagy, akár gyerek. Mindenben segítenek, rugalmasak, és ami legfontosabb, hogy emberként tekintenek ránk. Ezt a saját bőrömön tapasztaltam, ugyanis ide járt az egész családom. A fiam asztalosnak tanul, a lányom kozmetikusnak készül, a párom pedig az osztálytársam. Az iskola választásnál az volt a legfontosabb érv, hogy nyugodtan, örömmel jöjjenek ide, és ne lelki terhet okozzon nekik a tanulás. 3 hónap. Ennyi van vissza a nagy megmérettetésig. Nem lesz könnyű ez az időszak egyikünk számára sem. Kívánok mindenkinek kitartást, szorgalmat és nagyon sok türelmet. A diákok szüleikkel és tanáraikkal bállal zárták a szalagavató ünnepséget. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!